aki örömmel tért vissza ezen a délutánon is Miskolcra, a holnapinak majd a Rally 2 és a teszt kategória mezőnye előtt folytatják. Egy nagy tapsot szeretnék kérni, hiszen a safety car-nak, a biztonsági autónak ugye az a feladata, hogy biztosítsa a pályát. Ez a ünnepség elkezdődik itt a DVTK stadionnál. Fogadjuk sok szeretettel! Most versenyének győztesét, Lenke Jákost és Rudolf Szintiát! Tehát a futamunka az első Heldiósgyőr Rally HRB3-as értékelésében második helyen végzett Péter Pál és Dudás István Márton. Harmadik lett a BMW 320-assal Bernát Martin navigátor. Biztos, hogy meg fogják locsolni. Tehát a versenyünk győztese Lenke Jákos és Drótos Szinti, a második Péter Pál. Sajtszámmal Péter Pál és Dudás István Márton, tehát a Honda Civic-kel, akik az abszolút második helyezés mellett a P13-as kategóriában is megszerezték a második pozíciót, amihez szívből gratulálunk. Akkor mondd egy számára, ez volt az új. Érkezik és gördül fele az első Heldiósgyőr Rally céldobogójára 404-es rajtszámmal. Abszolút van, ahogy itt a pódium díjkiosztó ünnepségen már láthattátok, láthatták, a harmadik helyen végeztek, és a P13-as géposztályban is értékeltük őket, ott is az első két páros mögött a harmadik pozícióban zártak, úgyhogy abszolút 8. helyen végeztek, a P12-es kategóriában viszont elcsíptek egy dobogót a harmadik fokára. És Molnár Fanni versenyünk abszolút 6. helyén a P12-es kategóriában, viszont kijut a serlegből, mert hogy egy második helyezést sikerült a géposztályban megcsinálni. Az abszolút értékelés 4. helyén zárták az első Heldiósgyőrt.
314-es rajtszám a Kis Zsoltnak és Kis Szabó Mónikának, akik Suzuki Swift-tel versenyeztek az első Helgi Ósdő Rallyn. 13. abszolút legjobb időeredményt érték el a P12-es kategóriában, pedig az 5. helyen végeztek. Kis Zsolt és Kis Szabó Mónika, tehát Suzuki Swift-tel fejezik a versenyt, szívből gratulálunk nekik még egyszer a sokszágot nézve. 415-össel Pete László és Pacerter Anikó 21.05-ös ratával abszolút 10. helyezés a P13-as kategóriában. Pacerter Anikó tehát 415-össel zárja a viadalt, zárja a versenyünket. Óra. 16. abszolút helyezés a P13-as kategóriában, pedig a 9. legjobb időeredmény. Voltak tehát azok, akik célba értek az első Helgi Ósdő Rallyn.